Köszönöm a szót. Engedjék meg, hogy már azzal is jelezzem, hogy én egy kicsit más kép, és nem az intézet nevében szeretnék elsősorban szólni, hogy kedves testvéreknek és kedves barátaimnak szólítva önöket. Amikor én de felkérést kaptam, én azt hittem, hogy itt mint személyesen, Farkas Péter szociológus, elmondhatom a véleményemet. Aztán itt közben úgy alakult, hogy a NCSI képviseletét is el kéne látni. Hát most egy kicsit tudathasat módon mind a kettőnek megpróbálok eleget tenni. Az első, ezért mégis inkább a személyes véleményem had legyen. Én abból a apropóból indulnék ki, félretéve minden előre elgondolt mondatomat, hogy hangsúlyozni kéne az eddig elhangzottakban inkább csak háttérként szerepelt, hogy eltorzult az emberképünk, és letértünk azokról a utakról, amelyeket a tanítások, mondjuk az egyháztársadalmi tanításai adtak számunkra. Engedjék meg, hogy saját véleményemként fogalmazzam meg, hogy ha nem tér vissza Európa azokhoz a gyögerekhez, amelyet a görög bölcselet, a római jog és a zsidó-keresztény egyház tanítása adott, akkor a jövőjét is erőteljesen megkérdőjelezném. Másrészt saját véleményemként és saját identitásomként szeretném, hogyha a kereszténység társadalmi tanítását sokan ismernék, most nem az egyházi jelenlévőkre gondolok, hanem azokra, akikhez sokszor nem jut el a hír, és azt is zárójelbe hozzá szeretném tenni, hogy nagyon jó lenne, hogyha a katolikus ö, atyák is sokszor ismernék, legalább azokat a tanításokat, amelyeket mondjuk Ránécz professzor úrtól és másoktól megismerhettünk. Elég kínos, amikor a püspöki kar körleveleit vidéken nekünk kell elmondani, és ott van a polcán a pártíz oldalas, igazságosabb és testvéresebb világot, vagy egyéb gondolati művek. Tehát a kiinduló pontom az, hogy csak tiszta antropológiai és etikai képből kiindulva találunk jó válaszokat ezekre a kérdésekre. Hitem szerint, vagy legalábbis a saját álláspontomként megfogalmaznám, hogy én a kereszténység társadalmi tanítása cizelát gyakorlatában alapértéke és alapelveibe vélem ezt felfedezni. Másrészt szó esett arról, hogy az állam ö, diszfunkcionálisan látja el a feladatát. Igen, ha egy állam vállalja azt, hogy keresztény ö, jelzőket használ a saját képviseletében, akkor kellene vállalni ennek a teljes tanításnak a ismeretét, ezt kellene megvalósítania, és az állam szintjén struktúrálisan, nem részleteiben megvalósítani ezt a tanítást, hanem teljességében. Másrészt az egyház annyiban politizáljon, ahogy itt elhangzott, mert szerintem egybecsengetsz Berekára, hogy politizáljon vagy közpolitizáljon, nincs a társadalomtól elszakítva, vállalnia kell a megszólalást. És akkor most az egyháznak szeretném azt kiemelni, hogy az a funkciója is fontos lenne, hogy gyakran megszólaljon, és képviselje a tanítást, és ezt hangostassa, felhívva a politikai pártok szereplőinek a figyelmét arra, amelyet akár az evangéliumi, akár az azokból levezetett például keresztény katolikus körülbelül enciklikus tanítások adnak. Ha ezt nem teszi, akkor nem tesz eleget annak a kötelezettségének, amely a közpolitika felé kell, hogy szóljon. Meg kell szólalnia. Tehát nem csak a karitatív tevékenység, hanem ebben az értelemben a megszólaló politikára is szükség lenne. Én azt, hogy a jóléti államból büntető állam lette, azt én úgy mondanám, hogy én boldog lennék, hogyha Magyarországon lenne jóléti állam. De ne tűnjék ez blikflangos gondolatnak, egyszerűen annyit szeretnék üzenni, hogy Magyarországon ez még nem teljesedett ki. Ezért, amikor mások, például politikusok azt mondják, hogy lejárt a jóléti, ezt minden két évente valamelyik politikai vezető meghirdeti, hogy lejárt a jóléti politikai ideje, most éppen a munka alapú dolgokról beszélünk. Na de könyörgő, mit nincs ellentmondás? A gazdaságpolitikában legyen az a cél, hogy mindenkinek minél több munkája legyen. De ugyanakkor. A jóléti politikát egyszer próbáljuk meg minél teljesebbé tenni, ne akarjuk, hogy lejárjon az ideje. Nagyon sok mindent kell azért még tenni, hogy az megvalósuljon. Harmadik gondolat, amit esetleg még hangsúlyoznék: hogy igen, sokan aláhúzták a civil társadalom és az egyházak szerepét, óriási a jelentősége. Ez a pártokrácia be van zárva a maga világába, vívja a maga csatáit és tényleg a civil társadalom komplementer és kontroll szerepe nélkül nem lesz teljesebb a demokráciánk. Hihetetlen fontosságú, mert amikor arról beszélt mondjuk Topolánszki Ákos, hogy a középosztálynak kíván a mostani kormánypolitika megfelelni, és ezt hangsúlyozza is, én szerintem itt a logika sokkal egyszerűbb, a pártok logikája olyan, hogy azoknak, bocsánat, húzzák, a hegedülnek, akik a választóik. Ilyen alapon a másik oldalnak is megvannak a maga támogatottjai, amelyeket a politika megkíván valósítani. Ezért ezek mindig párszok lesznek, részek lesznek, és csak az egyházak és a civil társadalom erősödése segíthet, hogy ebből előre jussunk. Végül pedig hát valamelyest a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézetről. Hát ö, én magam csak két éve vagyok ott, de az alatt legalább három-négy átalakulást értem meg. Manapság úgy is fogalmazhatok, hogy az NCSC megmaradása ma már, hogy egyáltalán létezünk, már az is érték. Bocsássanak meg, hogy ezt hangsúlyozni szeretném, de volt nekünk kutatási igazgatóságunk, most személyes sikeremnek is tekintem, hogy a családpolitika és kutatási igazgatóság két legalább egy főosztály még létezik. Volt Mozertani igazgatóságunk, ez most a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részeként, hát hogy is mondjam, hivatali munkát végez. Pedig a szociális szakmának, amit a Domszki András barátomék még a Mozertani igazgatóságon végeztek, hihetetlenül fontos szerepet játszott, és ez most kiürült. Tehát sok téren meggyengült a NCSI lett ifjúsági igazgatósága, új államtitkári felügyelettel és sok elvárással. Aztán születnek ott kutatások, amelyeket vagy figyelembe vesz a mindenkori vezetés, vagy nem vesz figyelembe, és születnek koncepciók, amelyeknek a sorsa bizonytalan, ránézek civilek Hároly barátomra, NSK, ugye Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció, megszakadt. Na, csak, na, nagyon halkan merem mondani, hogy ott készült egy nemzeti családpolitikai koncepció, amiből mára egy fehér könyv, még ez nincs, de egy fehér könyv lesz, ahelyett, hogy egy országgyűlési határozatként tovább erősíteni a családpolitika szerepét. Készül bár késve a fogyatékos ügyi koncepció. Minden esetre tény az, hogy az intézet jó rosszul megpróbál ezeknek az elvárásoknak megfelelni. Sokszor néha úgy érzi az ember, hogy igazániból a vezetők nem pontosan tudják, hogy mit akarnak ettől a háttérintézettől, és múló divatok mentén nem a háttérintézetet támogatják feltétlenül, hanem azokat a egyéb kutató szervezeteket, amelyek éppen az adott kurzus mentén hát sok Kutatást végeznek a számukra. Személy szerint tehát egy kicsikét olyan szomorúan nézegetem saját intézetünk jelenét. Nagyon remélem, hogy sikerül újra a kutatást és a módszertant az intézetben visszaerősíteni. Ha ez nem valósul meg, akkor személyes kudarcomként is élném meg. És szeretném hinni, hogy a családpolitikának a szerepe, az úgy alakul a jövőben, és most az intézettől áttérnék egy utolsó mondat, gondolatként a állam szférájára. Sokan mondták el szakemberek már ebbe az országba, hogy a legszörnyűbb az, hogy négy évente balra jobbra rángatjuk a családpolitikát, és még más egyéb szakpolitikákat. A stabilitás az hihetetlen fontos lenne, az egymásra építkezés fontos lenne, és akkor itt térek oda-vissza, amin az elején kezdtem, Addig, amíg csak a vitáink hevítik a dolgokat, balról jobbról, most a pártok között. Addig nagyon fontos kérdés, hogy a civil világ megerősödjön, és a történelmi egyházak hangsúlyozottan emeljék fel a szavukat, és hogy a tanítás értékeit minden nap vigyék oda a nevükben politizálók elé, és figyelmeztessék arra, hogy kudarcos, hogyha az úton csak részlegesen valósítunk meg értékeket, és nem teljes értékűen. Ezért nagy a felelősség az egyházaknak. De hát, ahogy itten a mai beszélgetéssel indult, kijelv a profétával, éppen mi körünkben, ugye pedig hát Ámosz proféta tanít a szegénységről ö, a mai napon, és Krisztus Urunk is felemeli a szavát, hogy egyszerre két úrnak, a mammonnak, és ugye az egyháznak nem szolgálhat valaki, alapvetően nekünk kell magunkba tisztázni és látni a dolgokat, és ezek a fórumok ezt erősítetik. Köszönöm szépen.